Megfeszített munkával napi 24 órában dolgoznak a közterület fenntartó munkatársai Budapesten, hogy a rakpartokat minél előbb megnyithassák. Az árvíz több száz köbméternyi uszadékot is hozott, ezeket is el kell távolítani, hogy a hajózást ne veszélyeztesse. Magas nyomású mosóval tisztítják a parkolósávot és a támfalat a közterület fenntartó munkatársai a pesti alsó rakparton. Az árvíz olyan sok hordalékot hagyott a parton, hogy a szakembereknek többször is végig kell menniük egy-egy szakaszon, míg teljesen el tudják távolítani a szennyeződést. A budai oldalon is folyamatosan mossák a rakpartot. A köztisztasági dolgozóknak a Margit hídnál el kell bontaniuk egy uszadékokból képződött szigetet is. Az ártérből bemosott, sokszor több 10 cm átmérőjű, a kikötőhelyen fennakadt farunkok a rakpart forgalma mellett a hajózást is veszélyeztetik, ezért ezeket mindenképpen el kell távolítani a vízből. A nagyobb darabokat markolóval emelik ki, majd feldarabolják és elszállítják. De az árvíz levonását követően társaságunk azonnal megkezdte a rakpartok takarítását. Elmúlt éjjel több mint 30 céggéppel, jelen pillanatban több mint 40 céggéppel és 100 fővel takarítjuk a rakpartokat. Fő feladatunk a burkot, közútnak, járdáknak, lépcsőknek a takarítása. A Budapest közművek dolgozói két váltásban napi 24 órában dolgoznak a rakpartokon. Mintegy 20 kilométernyi utat kell megtisztítaniuk. Ha befejeződik a nagy takarítás a rakpartokon, a területet a Budapest közút munkatársai veszik át, akik kicserélik a megrongálódott kereszttáblákat és kijavítják az esetlegesen megrongálódott szallakorlátokat. Amikor ezzel a munkával is készen vannak, akkor következik a kátyúzás. A munkákkal várhatóan csütörtök reggelre készülnek el, akkor nyithatják meg a rakpartokat a budai és a pesti oldalon egyaránt. A Híradót Víg András tudósította.